évvel ezelőtt adták át a Virágnegyed 6-os tömbházát, vannak, akik azóta is ott élnek. Nikolaj Csuka kormányfő hétfőn délután tárgyalt az energiaügyekben illetékes miniszterekkel a Viktória palotában. A koalíciós tárgyalások kedden folytatódtak. Karitatív gyűjtés szervez a Caritas, higiéniai cikkekkel ellátott női táskákat várnak adományként a szegényebb sorban élő nők számára. Jó estét kívánok, híreink következnek, kérem tartsanak velünk. 50 évvel ezelőtt adták át Gyergyószent Miklóson a Virágnegyed 6-os tömbház két lépcsőházát, ezt követően kezdett el kiépülni a lakónegyed többi része. Vannak, akik azóta is ott élnek, a B lépcsőház lakói felelevenítették néhány emléküket, és beszéltek arról is, hogy mennyiben változott meg a tömbház lakók élete az elmúlt fél évszázadban. Jelentős eseményre került sor 50 évvel ezelőtt Gyergyószent Miklóson, a Virágnegyedben. Ekkor adták át ugyanis a 6-os tömbházat. Ez volt a második ilyen épület azon a részen, csak a 7-es tömbház épült hamarabb. Abban laktak a munkások, akik az építkezésen laktak. Ezt követően épült az 5-ös tömbház, majd a Virágnegyed többi része. A 6-os tömbház B-lépcsőház lakói között vannak, akik a kezdetektől itt élnek. 1972-ben február 20-án kezdődött a tömbháznak a lakásainak az átadása. Első perctől kezdve fizetéses tömbház volt a Virágnegyedbe. Kívül teljesen be volt állványozva, mert március 1-től lehetett beköltözni, és azután történt a kívüli tömbház vakolás. Amikor beköltöztünk, 27 gyerekkel, 40 felnőtt és 3 nagyszülővel költöztünk be, összesen 70 személy. És a mai viszonyok szerint összesen 33 személy lakja, amiből 4 gyerek van, és a többi felnőtt, nagyon sok lakrészbe, 10 lakrészbe csak egy-egy ember lakik, és a régi lakók közül 5 család van, tehát 5 lakrészben van olyan, akitől 72-ig együtt lakunk itt. Ez a tömbház úgynevezett fizetéses blokk volt, vagyis részletre vásárolták meg a lakók, és 20 évig törlesztettek, amíg teljesen az övék lett a 2 vagy 3 szobás lakás. Amikor beköltöztünk, nem volt rossz viszony egyáltalán. Nagyon segítőkészek voltunk, mert volt olyan eset, ugye nagyon sok alkalommal, hogy nem volt vízszolgáltatás, és eláztatás történt. És akkor olyankor ment az egész társaság, aki itthon volt, és segített a bajba, hogy túljusson. Most a fiatalok közül Márton Imre családját említeném meg, és a Cepes Évát, aki egy éven nekifogott, hogy szépítse a tömbházunk környékét, és Márton Imre például annyira figyelmes, hogy itt nincs pince, hanem csak szerelési gödörrész van, és annyira figyelmes a rágcsálót, ha észreveszi, abban a Szent Isten helyben intézkedik, hogy az ne legyen. Ha valami cső probléma van, abban a Szent Isten helyben hívja a szerelőt. A tetőt 2 alkalommal is már újra csináltuk, annélkül, hogy vita lett volna belőle. A lakóközösség igyekezett mindig figyelni egymásra, évtizedekig betartották az úgynevezett csendórákat, olyankor senki sem zajongott. A B lépcsőház környéke most is nagyon rendezett, szépen rendben tartott zöldövezet van itt, virágos ágyás, amiben hóvirágok, rózsák nyílnak. 50 év alatt még soha a lépcsőházba vita, veszekedés, összeszólalkozás, még soha olyanról nem tudunk.
Olyan lépcsőházat kívánok minden tömbháznak, amilyen a miénk. Soha senki, se gyerekek, az a sok gyerek úgy felnőtt, hogy nem is tudták itt az alsó szinten is, hogy gyermekek vannak. Se nem verekedtek, se nem veszekedtek, szépen játszottak. Akkor, na most már nem laknak itt, meghaltak sajnos Kádár Jóska. Ő is nagyon-nagyon szeretett a blokk körül tevékenykedni, Kari Jucinak a férje, ők nagyon sokat tettek a blokk körül. Ők mindig, ha ősz jött, seperték a leveleket, tisztították, télen pucolták el a havat. Nagyon-nagyon sokat tevékenykedtek itt a blokk körül. Most pedig Márton Imre, hát én nagyon a negyedikről nem látom, hogy még ki, imit tudom, hogy ő biztos, hogy ő nagyon sokat tesz. Sokan nem is tudják, vagy már elfelejtették, hogy nem mindig volt ilyen kényelmes a tömbház lakó élet, mint napjainkban. Sok nehézséggel kellett megbirkózni, mégis összetartó lakóközösségek voltak. Azok, akik már 50 éve ott élnek, állítják, sokkal jobb ma már tömbházban lakni. Jobb azért, mert valóban akkor, ahogy mondta Tilda is, elvették a vizet, nem volt villanyunk, a fürdőkádakot mindig meg kellett töltsük tele vízzel, tönkre is mentek a sok víz tartással, mert hát gyerekek voltak, mosni kellett a víz. Akkor eláztattuk bizony nagyon sokszor egymást, például én is az alattam lévőket, mert jött a karácsony, és a káposztám a kis utcában volt, a pincében az unokatestvéremnél eltéve. Én lementem káposztáig, és akkor mindig vártuk, hogy jö a víz, kinyitottuk a csapot, vártuk, hogy na jö a víz, mert hát kellett volna, és akkor persze a csapot úgy felejtettem, és elmentem, és elég jó odaültem, és amikor jöttem haza, megyek be az ajtón, hát mondom, valahova máshova mentem be. Vajon kihez mentem? Nézek szét, a padlón szőnyeg nem volt, fel volt szedve, minden szőnyeg a konyhából is, az előszobából is, a fürdőkádba bele voltak dobálva. Már a vizet megadták, és az aztán jött. És akkor az alsók észrevették, és akkor az egész szomszédság gyorsan egy-kettőre beütötték az ajtót, csapot elzárták, a szőnyegeket bele a kádba, és egy nagy plakátra ki volt írva, hogy megcsináltuk a nagy takarítást. Na, ilyenekben volt részünk a múlt időben. És akkor ugye gyertyát kellett gyújtani, mert vették el a villanyt, a gyermekeknek tanulni kellett volna, nem volt villany. Hát sokkal rosszabb volt, az az igazság, sokkal, most azért egész más. Az 50 éves évforduló alkalmából kis tábla készült, ami a Virágnegyed 6-os tömbház B lépcsőházában látható. Ezzel emlékeznek, akik már kezdetektől itt élnek. Székelyudvarhelyen tartott kihelyezett ülést Hargita megye tanácsa, amelynek keretében a megye mindhárom térségében meghatározták a legfontosabb beruházásokat. Részvételi költségvetést is meghirdettek 1 millió lejjel, amelynek célja a közösségi összefogások támogatása. Erre várják bárki részéről a javaslatokat. Ambiciózus költségvetést fogadott el idénre Hargita megye tanácsa. Prioritást jelentenek azok a beruházások, amelyek folyamatban vannak. Kisebb összegekkel foglalták be az új beruházási terveket, abban bízva, hogy az RMDS kormányzati szerepvállalásának köszönhetően több beruházás nyert támogatást az Angyel-Szálinyi településfejlesztési programban, és az így felszabaduló összegeket majd átcsoportosíthatják. Egy növelt költségvetést fogadtunk el, hisz sajnos nem érkeztek meg még a kormánypénzek, illetve az Európai Uniós források, és a különböző politikai viharok, meg mindenféle változások ezt sajnos nem látható időben tolják el, ezért is hitellel bővítjük a költségvetésünket, és a megkezdett beruházásainkat, fejlesztéseinket, amelyek hidegkutak, járdák, kórházi épületek, turisztikai vagy oktatási intézményeink fejlesztéséről szólt, azokat tudjuk folytatni, de ennek az is az ára, hogy a működést össze kellett szűkítsük, tehát a nadrágszíjon egyet kellett gombolni, és nem csak a megyei tanács saját működése, hanem alárendelt intézményeink tekintetében is egy csökkentett költségvetést tudtunk a működésre elfogadni. Abban bízunk, hogy az RMDS kormányzati szerepvállalása lehetővé teszi, hogy kormányzati támogatásból, itt elsősorban az Angyel-Szálinyi programból tudjunk behozni forrásokat a folyamatban lévő
megyei út építések költségeinek a fedezésére, és akkor bizakodóan az év második felében ki tudjuk egészíteni a költségvetésünket, és azt, ami talán ma nem látszik, hisz egy átlagosan egy a 85%-ra van lefödve a megyei tanács költségvetése, ami működést jelent, ami programokat jelent, ami alárendelt intézményeket, egyesületi tagságdíjakot jelent, most egy a 85%-ban van fedezve, akkor a hiányzó összeget tudjuk pótolni. Hargita megye tanácsa idénre részvételi költségvetést hirdet 1 millió lejjel. Erre a keretösszegre bárki tehet javaslatot, célja a közösségi összefogások támogatása. Van egy újdonságunk is, a részvételi költségvetés is elfogadtunk, ami azt jelenti, hogy 1 millió lej értékben hát lehet csoportoknak, közösségeknek, bármilyen csoportosulásoknak saját elképzelésekkel pályázni a megyei tanácshoz. Ezekből a jobbakat, illetve ami belefér ebbe a pénzügyi keretben, azoknak a megvalósításában részt veszünk. Azt szeretnénk elérni, hogy mindenki érezze részesének magát ebben a megyei tanácsnak a költségvetésében, kapjon lehetőséget, legyen szó a mély szegénységről, legyen szó a fiatalok helyzetéről, tehát minden témakörre tudjunk kitekintéssel lenni, és persze az ezévi költségvetésben hangsúlyosan jelen vannak a fiatalok, a velük kapcsolatos programok, tevékenységek, szolgáltatások, hisz megyei tanácsnál 2022 az ifjúság éve. Számos más programot is elfogadott a testület, brüsszeli testvérmegyei együttműködéseket. Újraindul a Székelyföldi Akadémia program. A Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságon keresztül folytatódik többek között a falugondnokság, az idősek nappali foglalkoztatása, de támogatják a Mozgássérültek Egyesületének pályázatait is. Kimondottan minden költségvetési tétel valamilyen ágazati célzatos stratégia megvalósítását kellett kövesse, számosítható módon, ellenőrizhető módon, tehát senki se csak üljön és kapja a fizetést, vagy bármelyik alárendelt intézményünk, vagy akár egyesületünk, ahol tagdíjat fizetünk, jól el legyen a megkapott kisebb vagy nagyobb összegkerettel, hanem mindenki havi teljesítményhez és egy éves célrendszerhez van kötve. Erről szól a költségvetés, hogy ezt megszámolható módon fogjuk akkor a forrásokat havonta mindenki számára biztosítani. A pályázati programon keresztül idén is támogatják a civil szférát, a sportegyesületeket, az önkéntes tűzoltó alakulatokat. Egyes kiírásoknál növelték a keretösszeget, mint az ifjúsági pályázatoknál, illeszkedve az Európai Ifjúság Évéhez. És elsősorban az ifjúsági házakat és a tevékenységeket támogatják. De növelték a turisztikai pályázatok keretösszegét is, ugyanis gasztroévet hirdettek idénre Hargita megyében, amellyel elsődleges céljuk a helyi gasztropontok népszerűsítése, tematikus kiadványok támogatása, foglalta össze Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke. Az ellenzék részéről azonban nem volt teljes a megelégedés az idei költségvetést illetően, így az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői kijelentették, hogy bár nem szavaznak a költségvetés ellen, tartózkodni fognak. Amiért nem szerettük volna megszavazni, vagy igazából belengedtük ezt a lehetőséget, hogy tartózkodni fogunk a szavazásnál, az az, mert hogy tartottunk egy eztető gyűlést a frakciónk és elnök urakkal, ott konkrét ígéretek nem hangzottak el, tehát nem arról van szó, hogy ígértek valamit és nem teljesítették, viszont mi nem estünk túlzásokba. Tehát a teljes költségvetés módosító javaslatunk, amit inkább idézőjelbe is teszem, hogy költségvetés módosító javaslat, mert itt tőlünk most azt követelték, ez nem az volt. Ezek javaslatok voltak egy baráti hangulatú megbeszélésen, amit szerettünk volna, hogy ők betegyék. Az a csapat, aki létrehozza a költségvetést, aki dolgozik rajta, ne kelljen még ezen polgármesteri hivatalokkal egyeztessünk, ne kelljen mi letegyünk módosító javaslatokat. Mondom, ez egy baráti hangulatú egyeztetés volt, mi abban a gondolatban váltunk el akkor, hogy megfontolják, megnézik. Egy szűkre szabott költségvetés nem tudja úgy elnyerni a tetszésünket, hogy az a mellé mosolyogjunk és tapsoljunk, de igazából a belefektetett munka, ami elnyeri a tetszésünket, tehát az, hogy záros határidőn belül a törvényi határidőből már kimenve, nem a megyei önkormányzat hibájából, hanem a kormány hibájából összetudták ezt rakni
úgy, hogy most itt voltunk és meg tudtuk szavazni. És ami fontos, arra jut. Tehát mi úgy látjuk, hogy tényleg nem rossz ez a költségvetés. Hargita megye költségvetése jelen pillanatban több mint 100 millió euró. 504 millió lej a bevétel, illetve 532 millió lej a kiadás. Idén január végén 2,68% volt az országosan mért munkanélküliségi ráta, ami 0,01% ponttal alacsonyabb az előző havinál és 0,66% ponttal alacsonyabb 2021. januárjához képest. Az Országos Munkaerő Elhelyezési Ügynökség tájékoztatása szerint 2022. január végén 234.072 volt a munkanélküliek száma, 685-tel kevesebb, mint az előző hónap végén. A munkanélküliek közül 69.828 városi és 164.244 vidéki lakos. A legtöbb munkanélküli a 40-49 éves korosztályból került ki, őket követték az 50-55 évesek. Nikolaj Csuk a kormányfő hétfőn délután tárgyalta az energiaügyekben illetékes miniszterekkel a Viktória palotában. Csökkentenék a szolgáltatók által használt árrést, az energiaáfáját, a rászorulókat pedig értékjegyekkel segítenék. Kormányzati források szerint a szolgáltatói árrés 5%-ra történő korlátozása, az energiaáfájának 5%-ra történő csökkentése és a rászoruló fogyasztók értékjegyekkel való támogatása néhány javaslat azok közül, amelyeket a koalíció fontolóra vesz az energiadrágulásának kompenzálására, adja hírül az Ager Press hírügynökség. Mintegy 4 millió háztartás részesülne értékjegyekben. A koalíciós tárgyalásokon felmerült a hazai energiatermelés növelése is. A koalíció vezetői kedden újra tanácskoztak a téma kapcsán. A hétfő esti találkozót követően a dán Carbonaro kormány szóvivő rövid sajtónyilatkozat keretében pontosította, hogy a már aktív támogatásokat illetően a kompenzálásra jogosultak kérhetik a gáz- és villamos energiaszámláik újra kalkulálását egészen 2021. november 1-jéig visszamenőleg. Pentru măsurile deja active, beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a factorilor de furnizare a energiei electrice din categoriile menționate de legea 259 din 2021, articolul 1, alineatele C, D, E și F, pot solicita în continuare, fiind considerați a fi încă în termen, recalcularea factorilor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale, începând cu luna noiembrie 2021. Voi menționa aceste categorii, este vorba de micro-întreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale organizate potrivit legii, spitale publice și private definite conform legii 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată cu modificările și completările ulterioare, unități de învățământ publice și private definite conform legii educației naționale numărul 1 din 2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe, organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult, astfel cum sunt reglementate de legea 489 din 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, furnizori publici și privați de servicii sociale, prevăzute în nomenclatorul serviciilor sociale potrivit aprobat prin hotărârea de guvern 867 din 2015 pentru aprobarea nomenclatorului de servicii sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificări și completări ulterioare, instituții de cultură, unități și instituții de învățământ. A sajtóközlemény keretében a kormány szóvivő kihangsúlyozta, hogy Románia kormánya megkezdte a kifizetéseket az energiaszolgáltatók felé. Az Energiaügyi Minisztérium ez idáig több mint 5 millió lejt fizetett ki azoknak a szolgáltatóknak, akik a romániai kis- és középvállalkozásokat szolgálták ki. Ugyanakkor a Munkaügyi Minisztérium hétfőn kezdte meg a kifizetéseket a háztartási fogyasztóknak szolgáltató vállalatok fele. Újdonságokat vezetnek be a háztartási gépek idei roncs programjába. Az előző évekhez képest nem lehet majd televíziót vásárolni, és rövidebb idő lesz a vásárlási utalványok felhasználására. Egyelőre még nem lehet tudni, mikor indul a program. Változtatásokat vezet be a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdőgazdálkodási Minisztérium a háztartási gépek roncsprogramjának idei lebonyolításában. A legnagyobb újdonság az, hogy idén nem lehet majd televíziót vásárolni a program keretében. A televíziók kilettek zárva a választható felszerelések közül.
mivel az elmúlt években a nagyfogyasztású televíziók zöme el lett távolítva a piacról, amiben a fő szerepet a Környezetvédelmi Ügynökség által lebonyolított program játszotta. Ezen változtatás révén a 2022-ben rendelkezésre álló forrásokat más típusú felszerelések hatékonyságának a növelésére koncentráljuk, olvasható a tárca indoklásában. Idén mosógépeket, mosogatógépeket, ruhaszárítókat, hűtőszekrényeket, hűtőládákat, fagyasztókat, klímaberendezéseket, beleértve a hordozhatóakat is, porszívókat, laptopokat és táblagépeket lehet majd vásárolni a háztartási gépek roncsprogramjának keretében. Fontos változtatás az is, hogy a vásárlási utalványok felhasználására idén nem 15, hanem csak 7 nap áll majd a résztvevők rendelkezésére. Az illetékesek abban bíznak, hogy így évente még több fordulóban szervezhetik meg a programot, növelve a hatékonyságát. Idén azok, akik bejelentkeztek a programba, s vásárlási utalványt generáltak, de nem használták fel azt, az év végéig ki lesznek zárva a roncsprogramból. Ezt a szigorítást az elmúlt évek tapasztalatai indokolják, mivel sok személy lefoglalt vásárlási utalványokat, de nem használta fel, és ez fölösleges megterhelést jelentett a költségvetés számára. Ezzel ugyanakkor kizárt másokat, akik részt szerettek volna venni a programban. A Környezetvédelmi Minisztérium azt reméli, hogy az új szabály által felelősebbé téve a résztvevőket, hatékonyabban sikerül majd felhasználni a program költségvetését. A szaktárca nem hozta még nyilvánosságra, hogy idén mikor indul a háztartási gépek roncsprogramja. Tegyünk együtt nőtársainkért címmel karitatív gyűjtés szervez holnap, február 23-án a Caritas. A kezdeményezés célja, hogy különböző higiéniai cikkel ellátott női táskát adományozzunk a nehezebb sorban lévő nőtársainknak. Az adományokat szerdán fogadják a Mártonáron utca 22 szám alatti Caritas központban. Március 8 a Nemzetközi Nőnap apropóján, február 23-án hátrányos helyzetben élő nőknek szerveznek gyűjtést Gyergyószent Miklóson a Caritas központban. Egy külföldön már jól bevált kezdeményezés alapján arra kérik a nőket, hogy gondoljanak a nehezebb körülmények között élő nőtársaikra, és egy gesztus értékű cselekedettel támogassák őket. Egy vállalkozó ismerősöm keresett meg ezzel, hogy ő szeretne ilyen kezdeményezést indítani. Ez arról szól, hogy hátrányos helyzetű nőket segítünk, olyan alapvető higiéniai szerekkel, gondolok itt testápoló, tusfürdő, amit mi nap mint nap megengedhetünk magunknak, viszont ők egyébként kétszer-háromszor csak, és akkor egy... Ennek az a lényege, hogy egy táskában, amit történetesen nem használunk otthon, beleteszünk alapvető higiéniai dolgokat, és behozzák az adományozók a központba. A Gyergyóban úgy lehet csatlakozni, hogy a Mártonáron 22-es szám alatt található a Caritasnak az épülete, és én ott vagyok megtalálható hetente egyszer, történetesen most szerdán lehet behozni azokat a táskákat, amiket az adományozók szeretnének átnyújtani nekünk 9-től 15 óráig. Aki teheti, csatlakozzon, ha van otthon olyan táskája, ami még jó állapotban van, és szívesen szerezne örömet vele másnak, tegye meg. Tegyen be olyan higiéniai cikkeket is, ami sokszor alapvető dolognak számít, de mégis sokan nem engedhetik meg maguknak. Ilyen termék lehet a fogkefe, sampon, tusfürdő, fogkrém, arckrém, testápoló, szempillaspirál, rúzs, kézfertőtlenítő, dezodor és más egyéb női higiéniai cikk. Fontos szempont, hogy nem ilyen lejárt tusfürdőt, lejárt testápolót, lejárt szempillaspirált tegyünk bele. Tehát ez nem az otthoni lomtalanításról szól, hanem ha tehetjük, akkor vásároljuk meg. Az sem probléma, hogyha az eseménynél felsorolt dolgokból nem teszünk bele mindent, tegyünk bele hármat, de az legyen használható, és legyen zárt, és új lehetőleg. Az előkészített csomagokat tehát február 23-án 9 és 15 óra között fogadják a Mártonáron utca 22 szám alatti Caritas központban. Az összegyűlt adományokat a segélynyújtásban tapasztalt Caritas önkéntesek osztják szét a rászoruló nőknek.
Lejátszotta az elődöntő első két mérkőzését a magyar U25A női jégkorong bajnokságban a Gyergyószentmiklósi Fox Hockey. Az FTC elleni összecsapások hihetetlen izgalmakat hoztak, de végül mindkét meccset megnyerték a rókalányok, az elsőt 1-0-ra, a másodikat pedig 3-2-re. A párharc az egyik csapat harmadik győzelméig tart, folytatás március 4-én és ha kell március 5-én, illetve 13-án lesz. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, ha tehetik, tartsanak velünk holnap is. Szép estét, viszontlátásra!